Rövid regisztráció után indulhattak is a nyuszi futam kiválasztott útvonalán a résztvevők. A Szekszárdi Sportközpont Bringás Szekszárd projektjének keretein belül rendezték meg húsvét vasárnap a Bunny Bike elnevezési családi programot. A szeles idő ellenére sokan eljöttek, és dacolva az időjárással hősiesen teljesítették a különböző hosszúságú távokat. Ez a kisfiú kezében az éremmel és a nyereménycsokival már túl van a 10 kilométeres távon. Őt az apukája kísérte el a biciklis futamra. Jó volt a menet, de szembefélne volt annyira jó kicsit sem. Fejes Viktor a családjával teljesítette a 10 kilométeres távot. Nagyon jó volt ez a program, a Facebookon láttuk meg a programot. Egyből el is döntöttük, hogy el fogunk indulni. Lányommal indultunk, közben hozzánk csatlakozott a feleségem, a kisebbik fiam is, és természetesen a nagyobb távon indultunk. Kicsit szeles volt az idő, de a program az szuper volt. A Bunny Bike futamot másodszor rendezték meg Szekszárdon, az első 2019-ben volt, két év kihagyás után viszont újra nyerekbe pattanhattak a vállalkozó kedvű családok, hogy a húsvét vasárnapot egy jókedvű bringázással kezdjék. Két távot terveztünk, egy 5 és egy 10 kilométeres kört a gyermekeknek. A általunk ajánlott korosztálya 4 és 10 éves korú gyerekek. Mindkét futam a Szekszárdi gyermek keresztpályától indul, 4 illetve 5 a távfüggvényében pecsételő pontot jelöltünk ki, amit érinteni kell a gyerekeknek. Ott a pecsétgyűjtő füzetbe, amit itt adunk a gyerekeknek, abba gyűjtik a bélyegzőket, majd visszaérve egy éremmel, illetve nyuszival és egy kis frissítővel díjazzuk őket. A csibe, illetve a nyuszi futamra reggel 8 órától lehetett nevezni, és déli 12 óráig kellett teljesíteni. Minden résztvevő gyereket díjaztak a szervezők, éremmel és csokoládéval térhettek haza a délelőtti programról.